Idén is folytatódik a helyi védelem alatt álló épületek felújítása Tolnán. A településen 2005 óta lehet ehhez támogatást igényelni. Azoknak az épületeknek az utcafronti homlokzatára lehet pályázatot benyújtani, amelyeket a város úgynevezett településképi rendelete felsorol. Erre minden évben összesen 2 millió forintos keretösszege van a helyi önkormányzatnak. Mivel védett épületekről van szó, nem a hagyományos felújítási munkálatokra kell gondolni, mondja Béres István, Tolna város főépítésze. A védelem okán keletkezett többletköltségek fedezésére nyújt forrást az önkormányzat. Ez 400 ezer forint támogatást jelent egy ingatlan tulajdonosnak. Például nyilászárva cserére szeretne pályázni az ügyfél. 500 ezer forintba kerülne egy hagyományos nyílászáró, de mivel egy védett épület egy jóval cizelláltabb nyílászáróról van szó, többe kerül a legyártása, például 800 ezer forint. Ebben az esetben azt a többletköltséget tudja átvállalni pályázat formájában, vagy támogatás formájában az önkormányzat, ami miatt többe kerül a nyílászáró. Ahhoz, hogy valaki részt tudjon venni a pályázaton, szükség van egy fotódokumentációra és egy műszaki leírásra, illetve egy műszaki tervre is. Mindezekben a főépítész nyújt segítséget az érdeklődőknek. Béres István azt mondja, mindenképp használják ki a lehetőséget, ugyanis nincs minden önkormányzat ilyen szerencsés helyzetben, hogy az ingatlan tulajdonosokat tudja támogatni. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és biztatnék mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel. Ugye jó karbantartási kötelezettsége minden ingatlan tulajdonosnak van, hogyha ahhoz kaphatnak 400 ezer forintot, akkor az egy ajándék. A főépítész szerint az értékvédelmi támogatás Tolnán jó hatással volt a városképre, ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy meg tudnak maradni a történeti városrészek.